Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, Nagy Lakis indított lovast a Nemzeti Vágtán. A lóverseny múlt hétvégén volt, amelyen a 10 éves Móroc Mercedes a kis huszárvágta versenyszámát nyerte meg. A nagy eredményért tegnap Nagy Lak polgármestere a falu külön díját adta át a lovasnak és Morcos nevű lovának. Mercedes így nyilatkozott a versenyről. Hát nekem nagyon tetszett. Én erre számítottam, hogy elsők leszünk. Nekem nagyon tetszett, Morcinak is szerintem. Voltak ellenfeleim, akik eléggé nehezen veszik ezt így, hogy én első lettem, de annyira nem volt nehéz. Gyarmati András otthon izgulta végig a futamot, melyről így mesélt. Megmondom őszintén, hogy én 16 órakor vasárnap pontban a televízió képernyője elé helyeztem magam, és az utolsó 100 métert végigordítottam. Biztos ki fogok kapni a feleségemtől, ha elárulom, hogy ő meg ismeretlenül is elsírta magát, amikor Mercedes a célba ért. Ami a falu lakosságát illeti, természetesen, mint minden esetben, amikor valamit az ember eltervez és meg akar csinálni, akkor vannak olyanok is, akiknek ez nem feltétlenül egyezik a véleményével, illetve az elképzelésével, de a döntő többsége jó hírként fogadta és örült ennek a sikernek. Én úgy gondolom, hogy nekem, mint polgármesternek arra kell büszkének lennem, hogy ha a többségnek valami tetszik és jó, akkor megérte. Én úgy gondolom, ahogy a Mercedes édesapja fogalmazott, hogy Nagy Lak jó lóra tett. Arról már korábban is szó volt, hogy ha sikeres végkimenetelű lesz Mercedes a Nemzeti Vágtán, elképzelhető, hogy a jövőben tovább folytatódik a lovas támogatása Nagy Lak színeiben. A határ két oldalán lévő két Nagy Lak település közös színeiben szeretnénk, ha indulna Mercedes a 2015-ös Nemzeti Vágtán. Ahhoz már nem fér kétség, hogy ő kvalifikálni fogja magát erre a versenyre, mert olyan tehetséges, hogy ez nem létezik, hogy ne. És ha bekerül a döntőbe, akkor ennek a két településnek a színeiben szeretnénk őt látni a döntőben.